A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 2012-ben szerzett akkreditációt saját képzési programok indítására. Ekkor tervszerű hosszú távú humán erőforrás fejlesztési programba kezdtek. Ennek célja, hogy a legmagasabb képesítéssel rendelkezők tudjanak a gyógyító tevékenységben részt venni. Jelenleg közel 5000-en dolgoznak a Jósa András Oktatókórházban, az intézmény pedig a nevéhez hűen nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is. Nagyon sok képzést szerveztünk, ez nem is tudom, talán a 8. vagy 9. képzésünk. Most eddig több mint 200-an kaptak olyan bizonyítványt, amit nálunk szereztek, mint a saját oktatóink részvételével szerzett képesítéseken tudtak megszerezni. És a folyamat az nem áll meg, most 8 különböző képzésünk van folyamatban, 60-valahány kollégánk tanul éppen jelen pillanatban is, és további képzéseket is szervezünk a következő hónapokban. A felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program lehetőséget adott az ellátórendszerben dolgozó, de OKI előtti szakképesítéssel rendelkező ápolók számára az OKI szakképesítés megszerzésére. Az EFOPOS projekt Európai Uniós támogatása országosan közel 2 milliárd forintból valósult meg. A projekt gazda az Állami Egészségügyi Ellátóközpont volt. Nyíregyházán 2017-ben kezdődött a képzés, és gyakorlatilag 26 fő végez most, mint ápoló, és 14 fő, mint csecsemő és gyermekápolószak. Ennek a képzésnek az volt az érdekessége és a lényege, hogy egy OK és alapképzés biztosított, majd azt követően egy 2 éves képzés volt, 2 évig tartó képzés volt, majd ezt követően egy ráképzéssel egy magasabb szintű szakápolói diplomát kapnak, OK és diplomát kapnak a most végzett hallgatók, illetve csecsemő gyermekgyógyászati ápoló diplomát kapnak. Ezzel versenyképes diplomához jutottak a dolgozók, hiszen erre rá lehet építeni további képzéseket, legyen szó a műtős vagy az anesteziológus szakterületről. Ez pedig azért fontos a kórház számára, mert itt több munkakörben is alkalmazhatóvá válnak a szakemberek.